Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Terápiás központot avattak. Elhanyagolt bántalmazott gyermekeknek nyújtanak segítséget. Évfordulóra emlékeztek. Hétfő délelőtt együtt futottak a reptérnél katonák és civilek. Ünnepelt a karácsonyi közössége. A tehetséges diákok fejlesztését támogatják a BÁL bevételéből. Akcióban a NAP. Gátlástalan tűzifa kereskedőket értek tetten a hatóságok. Meghallgató és terápiás központ jött létre hazánkban negyedik helyszínként Gyulán, az Eminescu utcában. Itt Békés mellett Csongrád Csanád, valamint Bács-Kiskun vármegyei elhanyagolt, bántalmazott gyermekeknek nyújtanak segítséget. Ez a NAP híre. Kiemelten fontos feladat, hogy az elhanyagolt és bántalmazott gyermekek vizsgálatát, terápiáját és meghallgatását a gyermekvédelem és igazságszolgáltatás közösen, szoros szakmai munkával együttműködve olyan körülményeket teremtve tudja végezni, amely által a gyermekek érdekei a legmagasabb szinten kerülhetnek érvényesítésre. Hangzott el a Gyulán létrejött meghallgató és terápiás központ hétfő délutáni átadó ünnepségén. Az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat az országban több helyen, Szombathelyen, Budapesten, Debrecenben és immáron Gyulán is rendelkezik olyan meghallgató és terápiás központtal, gyermekközpontú helyszínnel, ahol egyszerre érvényesül a gyermekek védelme, lelki épségük megtartása és az igazság felderítése. A gyulai intézmény három vármegyét, Bács-Kiskunt, Csongrád Csanádot, valamint Békést látja el a jövőben. Simon Attila István, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója kiemelte, bármilyen minőségű is a gyermekvédelem, bármennyire is komplex a jelzőrendszer, nem tudják teljesen kiküszöbölni a bántalmazással és az elhanyagolással összefüggő eseteket. De mindez nem jelenti azt, hogy tétlenül állunk azok előtt, az esetek előtt, amikor akár csak egy gyermeket is erőszak, abuzálás vagy elhanyagolás éri. A gyermekvédelemnek akkor is ott kell állnia, és egy megfelelő eszközrendszerrel kell lehetőséget biztosítania, hogy kiderüljön az igazság, és mindezt oly módon tudjuk megtenni, hogy az a traumatizált gyermek, aki már magán az alaptraumán átesett, ne kelljen, hogy újra és újra ugyanezt a traumát átélje. Görgényi Ernő beszédében hangsúlyozta, a felnőttek számára is rendkívüli tortúra a tanúskodás, amely állampolgári kötelesség. A polgármester kiemelte, egy gyermek lelkére pedig megterhelő hatással van, amikor egy olyan ügyet kell elmesélnie, melynek ő a sértetje, mikor olyan bántalmazásról kell beszélnie, melyet ő maga szenvedett el, és amely talán az egész életére kihat. Egy ilyen kicsi gyermeknek nagyon nem mindegy, hogy egy rideg tárgyalóteremben, vizslató, sokszor ellenséges tekintetek keresztüzében kell újból és újból elmesélnie azokat a szörnyűségeket, amin átment, vagy pedig szakemberek által jól átgondolta, megteremtett környezetben, olyan emberek jelenlétében, akiken az empátia és a jóindulat érezhető, akiknek a személyiségén átüt annak a varázsa, hogy nyugodjon meg a kisgyermek is, mesélje el, hogy mi történt vele. Elhangzott, egy gyermeknek sem lenne szabad bűncselekmény áldozatává válnia, mert a legaljasabb bűn, amit ember elkövethet az, hogyha egy kisgyermek ellen követel bármiféle bűncselekményt, főleg szexuális bűncselekményt. Kovács József országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a barna hús szolgáltatás lehetővé teszi, hogy megfelelő körülmények között bonyolítsák le a feladatokat. Látom, hogy emelkedik a szám, mert ahogy utána néztem, az első évben talán 58 eset volt, a második évben már talán a 100-at is meghaladta, de hát ez folyamatosan a felderítéssel együtt megy a történet, és én úgy gondolom, itt kivétel nélkül mindenkinek nagyon fontos ezen a területen a munkája. Ez nagy öröm számunkra, nagy biztonság számunkra, és nagy mértékben emeli a biztonságát ennek a kérdésnek. Fülöp Attila gondoskodás politikáért felelős államtitkár kiemelte, egy fontos szolgáltatással bővült Gyula. Az intézményre és a gyermekvédelemre nagyobb szükség van napjainkban, mint valaha. Azt tudjuk biztosítani,
hogy a büntető eljárás jogban olyan körülményeket biztosítsunk, ami egy kisgyermek számára a legmegfelelőbb, ha lehet ezt a szót használni. Akkor azzal is szeretnénk ezt segíteni, ahogy szintén elhangzott, nem akarjuk azt, hogy több meghallgatáson essen át egy gyermek, hanem lehetőség szerint az ő komfort érzetét abban a nagyon nehéz szituációban emeljük a maximumra, próbáljuk meg egy kihallgatás során azokat a technikai eszközöket alkalmazni, amivel nem kell olyan helyzetbe hozni, hogy kétszer kelljen neki ugyanarról nyilatkoznia, elég legyen egyszer, és a technikai eszközök felhasználásával tudjunk utána hitelt érdemlő bizonyítékot is szerezni. A beszédeket követően szalagátvágással adták át az Eminescu utcán található meghallgató és terápiás központot. Add áldásodat, hogy az itt dolgozók mindenkor készségesen segítsék a bajba jutottakat, azok nyerjenek oltalmat és gyógyulást, testüvel ki egészséget. Majd Kovács Péter esperes plébános szentelte meg az épületet. A Nemzetközi Katonai Sporttanács megalakulásának 75. évfordulóján közös programon vett részt a Magyar Honvédség 2. Vitéz Battai Antal területvédelmi ezred, 101-es Fekete Imre területvédelmi zászlóhaj állománya, valamint diákok. Az esemény mottója: kapcsolatok építése barátságokon keresztül. Gyakorlat, indulj! Egy közös bemelegítéssel kezdődött az az esemény, melyben a Magyar Honvédség 2. Vitéz Battai Antal területvédelmi ezred 101-es Fekete Imre területvédelmi zászlóhaj állománya diákokkal futott együtt. 1948. február 18-án jött létre a Nemzetközi Katonai Sporttanács. A megalakulás évfordulóján a tagországok katonái világszerte több százezren egy napon futnak. Az elmúlt években 10 Békés vármegyei középiskola csatlakozott a Honvéd Kadét programhoz. A hétfő délelőtti eseményen általános iskolás diákok is részt vettek, így közel 200-an futottak együtt. Szerintem az alapkoncepció az, hogy egy emlékfutást itt az iskolában, vagy az iskola keretében elvégezhetünk, az szerintem egy jó koncepció, viszont hát a megvalósítás az nem volt teljesen fényes, de nyilván mivel még nem vagyunk katonák, ezért nem tudtuk tartani úgy az alakzatot, de szerintem majd egy 10 év múlva ez majd máshogy fog kinézni. A diákok számára többet jelent a futás egy sportnál. Igaz, hogy az alakzatot egy kicsit nehezebb volt fenntartani, mert ugye valaki megállt, pihán, sétált, így nehezebb volt fenntartani, de annak ellenére jó kis szabadidőfutása, jó is időnk volt, szabad időnek is tökéletes a futás, megnyugtató, kitisztítja a fejünket, szóval szerintem jó volt. Az 1600 méteres táv teljesíthető volt a fiatalok számára. A katonai pálya nem nagyon foglalkoztat, viszont sportolok, kenuzok, és annak nagyon nagy része a futás. Úgyhogy ez is egy jó volt, hogy gyakorolhattam egy kicsit. A Nemzetközi Katonai Sporttanács mottója: kapcsolatok építése barátságokon keresztül. Ennek jegyében zajlott a hétfői esemény. Szeretnénk a civil fél irányába a Honvéd Kadét programon keresztül nyitni, és itt a hátam mögött felsorakozott állomány elsősorban diákokból és katonákból áll, tehát szeretnénk, hogyha egy kicsit közelebb kerülnénk egymáshoz, hiszen ez egy különleges alkalom a diákoknak is, és különleges alkalom a katonáknak is, hogy megismerjék egymást ezen a napon. A Magyar Honvédség 2. Vitéz Battai Antal területvédelmi ezred, 101-es Fekete Imre területvédelmi zászlóhaj állománya és a diákok az AB Expo területéről kiindulva a repülőtér irányába, majd onnan visszafutottak együtt. Péntek este együtt ünnepelt a karácsonyi iskola közössége. A báli jótékonysági célt is szolgált. A bevételből az intézmény tehetséges tanulóit támogatják. Tartson nevem, íg a föld tart, Isten áldjon meg bennünket. Vadász Csaba énekkel, a hatodikos diákok pedig egy rövid előadással léptek fel a Karácsonyi Iskola Alapítványának péntek este megrendezett jubileumi báján. Ez rendkívül szép hagyomány, polgári kultúra nemes része, amikor adományokkal támogatjuk a számunkra nemes ügyeket.
Az eseményen Görgényi Ernő polgármester hangsúlyozta, a polgári kultúra része, amikor adományokkal támogatjuk a számunkra fontos ügyeket, ez a bál erre is remek alkalmat nyújtott. A programot azt tette különlegessé, hogy számos évforduló kapcsolódott hozzá. Különleges évfordulóink vannak, ugye 130 éve ezelőtt tette alapítványát Wenckheim Krisztina, 80 évvel ezelőtt nevezték el az iskolánkat Karácsony Jánosról, és 30 évvel ezelőtt indult újra az iskola, és úgy gondoltuk, hogy most éppen eljött az ideje annak, hogy végre a közösségünket egy kicsit összeráncsuk, a szülők is érezzék, hogy jobban érezzük, hogy sajátjuknak az iskolánkat. Az eseményt a pandémia után most rendezték meg először, és fontos célja volt, hogy sikerrel szolgálja a közösség megerősítését. Örültünk, hogy végre rendezhetünk bált, ugye ez a két év, ez rányomta sok mindenre a bélyegét, és amit én láttam, hogy a tanári kollektívát is összehozta, mert mindenki beletette szívét, lelkét a dekorációba, kinek ez volt a feladata, kinek az. Kollégám írt egy nagyon kis vicces jeleneteket, amit előadhatunk, tehát a kollektívát is összehozta. A diákokat is megszólítottuk nyilván, hogy a szülőket is, és a szülők is nagyon lelkesek voltak, nagyon sokat segítettek a tombolák készítésében, mármint a lesznek ilyen speciális tombolák, és nyilván minden osztály hozzájárult a tombolatárgyakhoz, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy így összehozta az egész intézmény tulajdonképpen minden hozzátartozójával együtt. Az iskola alapítványa több százezer forinttal gazdagodott, ezt a pénzt a diákok tehetség gondozására fordítják. Gátlástalan tűzifa kereskedőket értek tetten a hatóságok, írta a NAV Békés vármegyei igazgatósága. Egy közösségi oldalon tűzifát hirdető vállalkozó tevékenységét kezdte vizsgálni a NAV. Az ellenőrzést a revizorok végül a társhatóságokkal közösen indították. Az adóellenőr a hirdetésben szereplő telefonszámon felhívta az eladót, aki vállalta, hogy a megrendelt 5 köbméter tűzifát 250 ezer forintos vételáron leszállítja. A megrendelést, a kiszállítás időpontját és a helyszínt egy SMS üzenetben is meg kellett erősíteni. A leegyeztetett időpontban és helyszínen két személy jelent meg egy zárt kis tehergépjárművel. Az 5 köbméter fáért elkérték a megbeszélt 250 ezer forintot. A pénzt a revizorok átadták, de semmilyen bizonylatot nem kaptak. Hamarosan az is kiderült, hogy az eladó az értékesítést adószám nélkül végzi. Amikor lemérték, kiderült, hogy a leszállított fa alig több, mint 2,5 köbméter volt. Mivel a szállítók származást igazoló dokumentumot sem tudtak bemutatni, a tűzifa hatósági zár alá került. Az ellenőrzésben résztvevő társhatóságok külön-külön folytatják le eljárásaikat. Várható, hogy az ügyben jelentős bírságokat szabnak majd ki. Esküvőkiállítást tartottak az Almási kastélyban. Rövid hírek következnek. Két napon át esküvőkiállításnak ad otthont az Almási kastély Stefánia szárnya. A program történeti hátterét az adja, hogy 1757-ben a Harukken család birtokolta a kastélyt. Ebben az évben Harukken Józsefát, Harukken János György unokáját kísérte oltár elé Károlyi Antal gróf, majd a kastélyban és a parkban tartották a lakodalmat. Lőrinc Lotti és főlegénye Budapestről érkezett a gyulai eseményre. Tavaly novemberben a 3 éves évfordulójukon volt a lánykérés, és jövőre tervezik az esküvőt. Az eseményen kizárólag gyulai szolgáltatók mutatkoznak be. Fekete Dombi Ildikó kiemelte, a bálterem nem csak kulturális, tudományos rendezvények helyszíne, hanem lakodalmak szintere is. A házasság hetében hívták életre az esküvőkiállítást a Stefánia szárnyban. A rendezvény különlegessége, hogy közel 50 vállalkozó fogott össze. A rendezvény egyik célja, hogy Gyula akár esküvő helyszínként is felkerülhet a turisztikai palettára. Az esemény bevételének jótékonysági célja is van, hiszen egy újraélesztő készüléket szeretnének vásárolni, amely az Almási kastélyban kapna helyet.
Második alkalommal rendezte meg a Gál Ferenc Egyetem egészségügyi szociális tudományi kara, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megyei szervezete azt a versenyt, melyen középiskolás ápoló jelöltek mérték összetudásukat. Becsei László főigazgató főorvos kiemelte, a jól képzett és megfelelő számú szakdolgozó nélkül elképzelhetetlen az egészségügyi ellátás. A háromfordulós verseny első két körében elméletből adtak számot tudásukról a tanulók. Itt különböző ápolástani kérdéseket kaptak. A csütörtök délelőtti harmadik záróforduló során oktatótermi körülmények között Skill Laborban gyakorlati részen vettek részt a Békésvár megyei központi kórház Réti Pátak kórházában. Délután pedig díjazták a két kiváló ápolójelöltet, valamint a legkiválóbb ápolót. Kiváló ápolójelöltként Szekercés Nóra végzett a harmadik helyen. Kiváló ápolójelöltként a második helyen Nagy Andrea végzett. A második alkalommal életre hívott verseny legkiválóbb ápolójelöltje Nagy Dorka lett. Vince Gábor, a Gál Ferenc Egyetem egészségügyi szociális tudományi karának dékánja az eseményen kiemelte, a versenyen részt vett 21 diák számára nyitva áll az intézmény kapuja, számos lehetőséget tudnak számukra biztosítani. Mészáros Magdolna ápolási igazgató kiemelte, sokszor lehet azt hallani, hogy nagyon kevés az ápoló, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. A legkiválóbb ápoló jelölt verseny célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az ápolói hivatás szépségeire, és hozzájáruljon ezen hivatás népszerűsítéséhez. A szervezők remélik, hogy az eseménnyel hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több középiskolás tanuló válassza a későbbiekben az ápolói hivatást. Olaszügyekben, németügyekben a Honvéd Jánoknál nincsen hozzáteve. Csütörtök délután Pohlmann Ferenc látogatott Gyulára a Középiskolai Magyar Tudományos Akadémia alumni program révén. A hadtörténész 30 éven keresztül kutatta az első világháború történetét, így ezzel a témával érkezett az Erkel Ferenc gimnázium tanulóihoz. A háború és a béke kérdéséről, valamint az 1914 nyári eseményeiről, a világháború kitörésének körülményeiről beszélt a diákoknak. Pohlmann Ferenc előadása alapvetően minden diák számára érdekes lehet, hiszen az első világháború szerepel az érettségi tételek között, de ez a téma kifejezetten nagy érdeklődésre tartott számot a történelem fakultációs tanulók körében. Elhangzott, az előadás a diákokat nem csak a sikeres érettségi vizsgához segíti, hanem gondolkodásmódjuk is fejlődik. Új helyre költöztetik a békéscsabai szabadtéri kapumúzeumot. Lapszemle következik. Elektromos kerékpárt kapott Szelektív Laci. Szarvas Péter polgármesteri és képviselőtársai adták át az ajándékot, a papír és fém hulladékot, háztartási gépeket, a háztömbök és az üzletek körül összegyűjtő Siti Lászlónak. A polgármester közösségi oldalán azt írta, a férfi munkáját 80 ezer forinttal támogatták. Megújul a szabadtéri kapumúzeum. A Szlovákiából, Kárpátaljáról, Erdélyből, a Vajdaságból és Békés megyéből érkező fafaragók a közel 30 év alatt létrehoztak egy szabadtéri kapumúzeumot Békéscsabán. A Visit Békéscsaba arról számolt be, hogy a város támogatásával most megvalósulhat a kapuk rendbetétele, ezt követően pedig a Gabona Múzeum területére költöznek. Nem a papság van válságban. Papír rekollekciót tartottak Székesfehérváron, Bíró László nyugalmazott püspökkel, írta a Magyar Kurír. Bíró László azt mondta, sok vajudás van a papság körében, amelyek eléggé nyilvánosan zajlanak, de nem a papság van válságban, hanem az ember. Különös lény a jég alatt. A befagyott állóvizek jégpáncéja alatt különös lényeket leshet meg a figyelmes szemlélő, írta a Körösmaros Nemzeti Park weboldala. Vízibotpoloskákat a február elejé fagyos napokon szép számban láthattunk a kakasszéki halastavaknál is. Várhatóan egész héten folytatódik a kellemes, tavaszias idő. A reggelek ugyan hűvösebbek lesznek, de a következő napokban nem kell fajra számítanunk. Kedden hosszabb időszakokra is kisüthet a nap. Érdemi csapadék az erős szélben nem várható. Éjszaka plusz 4 fokot, a déli órákban 14 fokot mérünk majd.
Szerdán is kisüt a nap. Folytatódik az enyhe, tavaszias idő. A hőmérséklet pedig 3 és 13 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Terápiás központot avattak. Elhanyagolt bántalmazott gyermekeknek nyújtanak segítséget. Évfordulóra emlékeztek. Hétfő délelőtt együtt futottak a reptérnél katonák és civilek. Ünnepelt a karácsonyi közössége. A tehetséges diákok fejlesztését támogatják a BÁL bevételéből. Akcióban a nap. Gátlástalan tűzifa kereskedőket értek tetten a hatóságok. Ez volt a Gyula TV híradója. A most következő pódiumban a Gyulai Meghallgató és Terápiás Központ hétfő délutáni átadó ünnepségét láthatjuk. Kövessék híreinket, videóinkat a közösségi felületeinken és a gyulatelevízió.hu oldalon is. További jó tévézést kívánunk, köszönjük figyelmüket!